Az Among Us halott. Ebben a videóban az Among Usról fogok beszélni. Bizonyára ti is emlékeztek az Among Usra, amit szinte mindenki játszott 2020 végén, illetve 2021-ben. De mi lett a játékkal? Ezt fogjuk megpróbálni kideríteni a mai videóban, úgyhogy ha érdekel, tartsatok velem. Először is találtam egy elég érdekes statisztikát, ami azt mutatja meg, hogy a játékot hány millióan használták aktívan. Ezt ide be is vágom. Látszik, hogy szépen lassan emelkedett, és valahol 2021-ben tetőzött a szám 245 millió körül, de 2023. januárjában csak 75 millió aktív felhasználó volt. Egyébként a játéknak 500 millió letöltése van. Régebben három map volt az Among Usban, a The Skeld, a Miracue és a Pólus, de bekerült egy újabb map is, az Airship. Egyébként rengeteg minden változott a gameben, a játékban már vannak tudósok, mérnökök, őrangyal és alakváltó. A tudós meg tudja nézni, hogy ki él, és ki halott egy grafikon segítségével. A mérnökök egy dologgal többet tudnak, mint a crewmate-ek, tudják használni a ventet. Az őrangyal pedig, miután meghalt egy játékos, tud védeni egy crewmate-et, de az imposztort is, és így egy rövidebb ideig a crewmate biztonságban érezheti magát. Alakváltásra pedig az imposztorok képesek, bárkinek fel tudják venni a skinét a nevével együtt, így jól össze tudják zavarni a crewmate-eket. És van egy új játékmód is, a Hide and Seek, ami amúgy szerintem kurva jó. Annyi a lényeg, hogy van egy hunyó, és előle kell elmenekülni, a játékban felül egy ikon, illetve a zene jelzi, hogy mennyire van közel a hunyó, mennyire vagyunk veszélyben. Ezeket be is vágom ide. Mindenki használhatja menekvésre, de korlátozott számban. Egyébként az alakváltókat, az őrangyalt, a mérnököket, a host határozza meg, hogy legyen-e vagy nem, tehát lehet simán olyan is, hogy nincs semmelyik se. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. És írjátok le kommentbe, hogy szerintetek lesz-e még népszerű játék valaha az Among Us. Sziasztok!